keresztútnak a megújítása szimbolizálja azt a közösséget, amely itt él. Ezekkel a gondolatokkal kezdte ünnepi beszédét Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője Aparanton, az apari temetőben. Az államtitkár hangsúlyozta, Aparantnak 2019 óta 105 millió forintot sikerült leívni különböző a település fejlődését elősegítő projektekre. Ezek egyike a Magyar Falu programon elnyert több mint 5 millió forint is, amiből sikerült megmenteni a Kálváriát. Az 1800-as évek végén készült stációkra ráfért a felújítás. Ezt a Kálváriát is a németek építették, ránk hagyták mostani aparhantiakra, legyünk akár németek, székelyek, felvidékiek, magyarok vagy cigányok, de mindannyian közösen használjuk. A Parhant község önkormányzata évek óta kereste azt a forrást, amiből felújíthatják a számukra nagy jelentőséggel bíró Kálváriát. A településvezető kiemelte, sok a vallásos ember a faluban. Gyakorlatilag az utolsó pillanatban sikerült megmentenünk a pusztulástól, hiszen már a stációházak kiborultak a helyükre, tehát új alapokra is kellett helyezni. 5,3 millió forintból újult meg, és ehhez még nagyságrendileg 1 millió forint önerővel járult hozzá az önkormányzat. Zsikó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke elmondta, Magyarország kormánya és a Tolna vármegyei önkormányzat támogatja ezeket a törekvéseket. Önök egy nagy család, egy közösség, amelynek életében fontos szerepet játszik mind a mai napig a katolikus vallás, mely nem csak az önök, de Magyarország és egész Európa megmaradásának egyik záloga. Az ünnepélyes átadón a település plébánosa áldotta meg a felújított Kálváriát.